Marosvásárhelyen és Kolozsváron lép fel ezen a héten a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekara. A kolozsvári hangversenyt a Szent Mihály templomban tartják augusztus 25-én, holnap este 7 órától. Az esemény egyik társszervezője az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület, melynek vezetőjét dr. Potyó István Egyetemi Oktatót Karnagyot köszöntöm műsorunkban. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Nem először jár a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekar a Kolozsváron. Első alkalommal 2019-ben léptek fel az akkori magyar napokon. Tulajdonképpen akkor koncerteztek ők először a határon túl. A mostani alkalmat mi szolgáltatja? A zenekarnak mindig is nagyon fontos volt az, hogy ugye Magyarországon kívül a különböző, uh, úgy ahogy a zenekar összetétele is ilyen változatos, hogy megismerhessék nagyon sok helyen. És a tavaly évben is ugye Szabadkán, már Métlen több helyen koncerteztek, és idén újból sikerült Kolozsváron, megszer Kolozsváron is megszervezni a hangversenyt, és a, az egyeztetés alapján uh, még a tavasz folyamán került erre sor, hogy azt ajánlottam, és azt uh, szerettük volna, hogy a Szent Mihály templom elkészültével hogy a, egy ilyen rangos zenekar, amelynek egy nagyon fontos szimbolikus jelentősége is van, a templomban koncertezzen, és akkor úgy egyeztettünk, hogy egy olyan napon is legyen, amikor a nyári koncertek így is, úgy is, akkor abban azon a napon történne egy esemény, és ez egy kimagasolat. Igazából a, mondhatom, hogy az idei évadnak a legkimagaslóbb eseménye következik most pénteken a Szent Mihály templomban, hogy a határon túli magyarok szimfonikus zenekarral fog koncertezni. Beszéljünk egy picit erről a zenekarról, úgy tudom, hogy alapítója és karmestere Vashegyi György, úgynevezett alkalmi együttes ez. Azért nevezhető alkalmi együttesnek, mert minden nyáron bár van egy, egy jó struktúra, tehát egy jó úgymond gerinc, egy alapozás, ami, ami a 17 óta megalakulása óta megvan, azért minden évben nyári szezon évén változik valamelyest az összetétel de maga a, úgymond az összetartó erő mindig ugyanaz, hogy a, a, az összmagyarság um, különböző művészei, különböző államokban szétszorodott művészeit komponálják ezt az együttest. Tehát Felvidékről, um, Erdélyből, mindenhonnan, Szerbiából. Tehát, hogy um, olyan zenészeket hívnak meg, akikkel együtt, akik örömükben együtt tudnak muzsikálni, olyan nyelvük ugye, közös, és így áll össze ezért valamelyest alkalm, és mindenki nyáron áll össze a zenekar, és muzsikál különböző koncertek alkalmával. Kik azok az erdélyi zenészek, akik tagjai a zenekarnak? Honnan érkeznek ők? Hát a, ugye már hát az ismert, ismertebb zenekarokból, Kolozsváronról van egy jó mag, lévén a Filharmónia zenekarából, illetve a Magyar Opera zenekarából vesznek részt, de von, van, a, aki a, éppen a Román Opera a zenekarában játszik, Magyar Rajkó és Játszik a zenekarban, illetve a szatmári vásárhelyi filharmóniák váradról érkező muzsikusok is vannak, mindig, mindig próbál minél mindig változatosabb, eléggé változó összetétellel alkotni a csapatot. Nem tudom, hogy ez mennyire kulisszatitok, vagy egyáltalán ön tud erre a kérdésre válaszolni, de hogyan találkoznak ezek a zenészek? Hogyan állhat össze a repertoár? Hogyan tudnak ők együtt próbálni, hiszen annyi országból származnak? Hát elsősorban a, a nemzeti hovatartozásuk ugye az összekötő kapocs, de mondhatni, hogy a maga a zene erre az még egy erősebb kapocs, amelynek nyelve mindnyájuk ki közös. És um, ehhez járul hozzá azért a művészeti vezetőnek a, a mérhetetlen tudása, tehát Vashegyi György karmesternek a művészi koncepciója és, és gondolata, ami egy akkora erőt és kényensúlyozottságot ad a zenekarnak, amely lévén nyári alkalmi, de hogy egy nagyon kevés próbával is nagyon-nagyon magas szintű muzsikát tudnak biztosítani a kedves közönségnek. Tehát, hogyha egyénenként jók ismerik azt a muzsikát, akkor tulajdonképpen összeáll. Természetesen, tehát annyira, annyira sok jó magyar zenész van um, szerte a világon, ezt um, lehet tudni, hogy ez az összekötő erő létrejön és az a varázs, az a ami, amitől amitől, amit várunk akkor, amikor egy olyan muzsikát hallgatunk, egy olyan koncertre menjünk el, ahol várjuk azt az élményt. Ez az élmény mit nyújt majd holnap Kolozsváron. Holnap este a Mihály templomban egy nagyon-nagyon szép klasszikus triót hallgathatunk, mert hogy a három um, pécsi klasszitista zeneszerzőnek a művéből hallgathatunk. Egyes szimfóniát Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart lából, illetve az Akper Hidó uh, szóló ária koncertet Ludwig van Beethoven alkotását. Ez egy három stációs turné. Ma ugye Marosvásárhelyen játszanak, holnap Kolozsváron lesznek, innen majd Debrecenbe mennek. Így van, a koncerteket mindig különböző helyszíneken, kettő vagy három alkalommal szervezik meg, és a rövid időre ezt szabják, de azért úgy nagyon jól sikerült megszervezni, hogy a két erdélyi koncert után a Debrecenben is fellép a zenekar. Ugye itt Kolozsváron a Klausen Music nyári hangversenysorozat keretében zajlik ez az előadás majd holnap. Ez a sorozat úgy tudom, hogy szeptemberig tart, júliusban kezdődött. Hol tartanak most, mi az, ami még várható? A Klausen Music nyári hangversenysorozat pici jubileumát ünnepli, ha mondjuk, hogy mely idén az ötödik éve, hogy útnak indítottuk. A, nagyon szerettem volna és szeretük volna azt, hogy a a belvárosi templomokban a nyári hónapok folyamán minőségi muzsikát, koncerteket, eseményeket szervezhessünk. És ez tavalytól úgy bővült ki, hogy ugye a három hétfő-szerda pénteki napokon zajlanak a koncertek, a szerdai nap az a Farkas utcájé, tehát ott vannak a koncertek hétfőn felváltva a Szent Mihály és a Luteránus templomban, és pénteken általában Pierista templomban, ez egy kivétel a holnapi, mert az egy nagyon nagy alkalom. Mondhatom, most már túl vagyunk a felén, hogy, hogy szép számmal látogatták a koncerteket, sikeres, sikeres évadról beszélgethetünk. Örülök annak, hogy nagyon-nagyon változatos programmal, tehát nagyon különböző kamaregyüttesek, Argentinától, Uruguayon keresztül származó előadókkal, régi zene, de kortár zene is bőven volt. Tehát, hogy ezen a palettán és spektrumon keresztül nagyon szép és változatos program jött létre. Amíg, amit még hallgathatunk, a hétfőnkénti orgonakoncertek, azok um, a barokk orgonán, a Szent Mihályban és a úgymond, romantikus orgonán, a Luterános templomban, ezek a hétfőnként ugye uh, történnek, és a pénteki koncerteken kórus lesz és kisebb kamaregyüttesek, a következő hetekben, egészen szeptember 11-ig várjuk a kedves érdeklődőket. Van addig, amit nézni és hallgatni, mm -hmm. és akkor hívjuk meg a kedves nézőket mm -hmm. a holnapi koncertre, ez hány órakor is kezdődik? Pénteken este 7 órától a Szent Mihály templomban szeretettel várjuk az érdeklődőket a Határon Tóli Magyarok Szimfonikus Zenekarának koncertjére, Vashegyi György vezényletével és a, a főkonzulátus védnökségével történik az esemény, úgyhogy nagyon-nagyon rangos és szép esemény lesz, lesz holnap este héttől a Szent Mihályban. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.